Így néz ki az 5000-es bankjegy nagyító alatt, ez pedig gróf Széchenyi István szeme egészen közelről. Az Rínyi Ilona gimnázium minden évben csatlakozik a Nemzetközi Pénzhét programsorozathoz, melynek keretében pénzügyi tudatossági és biztonsági előadásokat hallgathatnak meg a diákok. 2015-ben, hogy egy picit távolról indítsak, elvégeztek egy pénzügyi tudatossági tesztet, a magyar lakosság körében is, és elég lesújtó lett a kép, hiszen fogalmakat sem ismerünk, nem használjuk pontosan ezeket a pénzügyi és vállalkozás ismereti fogalmakat, de a legnagyobb baj, hogy gyakorlati alkalmazásban is hiányosságaink vannak. És ennek a kapcsán született meg az az oktatáspolitikai szándék, amit maximálisan támogatni tudunk, hogy hasznos ismeretekhez kell juttatni a gyermekeket, hiszen ha a családból nem hozzák a pénzügyi edukáció hagyományait, a tudatossági szintet, akkor azt nekünk itt az oktatásban különös felelősségünk van, hogy megpróbáljuk átadni. Minden évben más témával készülnek a Pénzhét önkéntesei, idén a biztosítás és a biztonság van a középpontban. Az Rínyi intézményvezetője elmondta, a pénziránytű hálózat bázisiskolájaként kész óramázlatokkal, segédanyagokkal színesítik a hétköznapi órákat, melyekbe így a pénzügyi érzékenyítést is beépítik. Önkéntesek bevonásával a digitális biztonság, illetve a pénzügyi biztonság az egyik kitüntetett téma, és azt gondolom, hogy itt a felnőttek és az iskola felelőssége nagyon nagy, hiszen a gyerekek hozzák a technológiai ismeretet, hozzájuk nőttek a különféle eszközök, de ennek a felelős használata az már az oktatás feladata, hogy a gyerekek figyelmét felhívják, például, hogy bent voltunk órán az adathalászattal, a kapcsolatos problémákra, a felelősségteljes pénzügyi döntésekre. A játékosítás, a csapatmunka és a kommunikációs képességek fejlesztése pedig mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok olyan gyakorlati képességeket szerezzenek, amelyeket később majd a munkavilágában is tudnak alkalmazni.